Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt miniszter úr, a szülői szerep méltatása sérti a gyermektelenek érzékenységét. Ezzel az abszurd indokolással a demográfiai katasztrófa helyzet ellenére, vagy éppen azt leplezve, kitiltották a kormánypárti médiumok az ilyen gyermekvállalásra buzdító civil hirdetéseket, melyeket az egyévi képviselői jövedelmem felajánlásából az állami támogatás nélkül működő Anyaország Alapítvány finanszírozott volna az óriás plakátjaink mellett. A társadalmi célú hirdetések a legférfiasabb dolog az apaság, a nők legnagyobb dicsősége az anyaság címmel, illetve a gyermek áldás alcímmel megjelenhettek a katolikus új ember és a keresztény élet, valamint a hetek és a világ magyarsága lapszámaiban, továbbá a Nagycsaládosok Országos Egyesületének újságjában és a kuruc.info hírportálon is, viszont letiltották a kormánypárti Magyar Nemzet, a Mandiner, a Reformátusok lapja és az Ormán Viktor feleségéhez köthető képmás folyóiratban, utóbbinak abnormális indokolása szerint tekintettel kell legyenek a gyermektelenek érzékenységére is, ezért pénzért sem hirdetheti senki a szülői szerep fontosságát. Miért? Soha olyan kevés gyermek nem született Magyarországon, mint a tavalyi évben, sőt, idén januárban további 12%-kal csökkent a születésszám az egy évvel korábbi mélyponthoz képest. Ez a kormány felelőssége is. Ahogy a kormány szégyene az is, hogy állami pénzből társadalmi célú hirdetések helyett csak kormány propagandát folytatnak óriás plakátokon, napi politikai harcok mentén, sokszor gyűlöletkeltő módon depressziót okozza, például a gyermekvállalási kedv fokozása helyett. A TV2 is letiltotta az Értékteremtők című műsora már velem leforgatott adását erről a témáról, mert Rogán Antal utasítására a csatornán nem jelenhet meg a Mi Hazánk mozgalom kapcsán semmi, még a pártot egy szóval sem említő közhasznú hirdetés sem. Miért nem a valódi társadalmi célú hirdetéseket folytatja a kormány az óriás plakát kampányai keretében, vagy legalább miért nem engedik, hogyha más tenne közé efféle pozitív üzeneteket? Várom érdemi válaszát. Köszönöm szépen. Válaszadásra megadom a szót Tuzson Bence miniszter úrnak. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt képviselő úr, nyilván a különböző sajtótermékek helyett nyilatkozni nem tudok, de azt mondjuk furcsálom, hogyha valóban ilyen típusú indokkal valaki visszautasítja a hirdetéseket, különösen már a hirdetések tartalmát nem ismerem, de hogy családbarát hirdetésekről van szó. Családbarát hirdetéseket egyébként szerintem minden szempontból támogatni kell. Mondom ezt úgy is, mint 5 gyermekes családapa, tehát hogyha valakit meg tud szólítani ezzel a kérdéssel, bár a kérdését a miniszterelnök címezte, az mégis e tekintetben én vagyok, mert azt gondolom, hogy valóban mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy több gyermek szülessen Magyarországon, és ezek a gyermekek megfelelő körülmények között, hangsúlyozva megfelelő körülmények között nőhessenek föl. Ezek a kérdések azok, amelyek szerintem szükséges lenne, hogy konszenzusra találjanak itt az országgyűlésben. Sajnálom, hogy egyébként ez nincsen szó, erről itt nincsen szó, hiszen azért a Fidesz kormány 3300 milliárd forint az az összeg, ami most családtámogatásra ment el, tehát igen komoly az az összeg, amivel támogatjuk a magyar családokat, és ezt az összeget egyébként a következő időszakban még növelni is kell, és növelni is fogjuk. Egyszerűen bármilyen nehéz gazdasági helyzet van, bármilyen körülmények vannak, akkor is a családok támogatására pénzt kell fordítani, és bizony, a hirdetések persze önmagukban még nem segítenek, de az is fontos, hogy az üzenetet eljutassuk az emberekhez. Ez nagyon fontos, mert valóban a demográfiai kérdés az a kérdés, ami nem egy rövid távú kérdés, nem a napjainknak a kérdése, hanem bizony ez Magyarország jövőjét, hosszú távú jövőjét határozza meg, hogyha a demográfiai kérdésekben nem lesz komoly fordulat, nagy változás következett be, de demográfiai fordulat nem következik be, akkor Magyarországnak a jövője kerülhet veszélybe. Köszönöm szépen.